Tessék, kérem! Hol van Janika? Miért kérem? Az nem fontos. Szeretnék vele beszélni, szeretnék tőle elbúcsúzni. Nem is tudom. Legyen a kedves, szóljon neki, de gyorsan a kérhetem. Előbb a konyhába, ott vagyok, lement az utcára hógolyozni. Nagyon jó, nagyon, legyen kedves, szóljon neki, jó, de gyorsan a kérhetem. Nagyszerű, óriási. Nagyon helyes, legyen a kedves, köszönöm, parancsolj. Megyek. Nagyszerű. Malvin drága. Igen? Incuri pincurit határozottan. Rohan! Köszönöm szépen! Jó, messze! Igazgató úr, kérem foglaljon helyet, azonnal szólok a művészet. Köszönöm! Jó napot! János! Szervusz, Jánoskám! Szervusz, kérlek, vizél. Nem ismersz meg. Adorján! Szervusz! Adorján! Óriási, mikor jöttél? Tegnap délután. Mi a baj? Semmi. Te mondd! Te biztosan ismered azt az írót, valami Fenek. Hogyne? Te ki kéne találni neki valami jó nevet? Fenke? Nem jó. Igaz, hogy elveszi Gizit. Kicsoda? Fenek. Ki mondta ezt neked? Gizi. Gizi mondta? Igen, képzeld, épp az imént járt itt ez a Fenek úr, hát Gizi bűbájos volt hozzá. Főzte és jenősz. De majd, hogy nem csókolósz. Fenekkel? Igen. Na, ez csak azért van, mert még nem olvasta a darabját. Dehogy nem, azt mondta, hogy olvasta. Gizi mondta. Igen, és azt mondta, hogy remek mű. Nem rossz darab, de azért, hogy remek mű volna, azt nem mondtam. Képtelenség, hogy ezt a hülyét szeresse. Azt én se hiszem. Te. Lehet, hogy tényleg csak azért menne hozzá, hogy a fiának apja legyen. Feneknek fia van? Dehogy, hát Gizinek van fia. Gizinek? Mi azt te nem is tudtad, hogy Gizinek fia van? Nem, ezt nem tudtam. Gizi mondta. Ott van. Titkoltam mindenki előtte, a gyerekünkért, te. Akkor született, amikor be kimoltam Amerikában. Te fiad? Gizi mondta? Igen! Janika! Janika? Igen! Képzeld! Tegnap este belépek ide, mutatom, valahogy így jöttem, és kézzel ott feküdt a szőnyegen. És ezzel a kisvasúttal játszom. Barna haja, aprót frizurál. Igen! Icike-picike, sötétkék ruhá. Igen! Megőrülök. Na ugye, hogy is megőrülök! Én is láttam tegnap este. Nem tudtam, hogy a Gizi fia, azt meg pláne nem, hogy a tied. Miért? Hát egy kicsit azért rám is hasonló. Nem mond. És te beszéltél vele? Hogyne, csak most lement hógolyózni. Bolondok háza! Miért? Hát, hogy a Janika, hogy a te fiad, és te nem is tudtad. Csóklom, Géza bácsi. Én megyek, mert nem bírom tovább. Mi vagyok? Éhes vagyok. Gyerünk azzal az ebéddel. Vigyázz, Janika, nehogy a mama elkésse a délutáni előadást. Janika, gyere már, kerestelek, nagyon fontos ügy. Hát itt vagyok, tessék, papa. Ide hallgass.